A MUFÉM Körzeti Lakósok Egyesülete szeretettel köszönti filmünk kedves nézőjét. Örömünkre szolgál, hogy meginvitálhatjuk egy sétára Moson-Magyaróvár nagymúltú körzetének bemutatása céljából. A MUFÉM Körzeti Lakósok Egyesülete 2000. november 22-i megalakulása óta a városrész múltjának, hagyományainak feltárásán, illetve ápolásán munkálkodik. Lakossági fórumok, kulturális, egészségügyi, szabadidős és körzetszépítő programok szervezése, a 4000 lakosú régió fejlesztésével kapcsolatos vélemények gyűjtése, illetve a felsőbb közigazgatási szervek felé való közvetítése tartozik legfontosabb tennivalói közé. Esélyt a jó alkalom arra, hogy megismertessük nézőinkkel a működési terület jelenlegi helyzetét, a körzet jelesebb intézményeit, műemlékeit és a fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket. Az Ady Endre utcában, kertes, családi házak között haladva pillantást vethetünk az eklektikus stílusban épült városháza épületére. Sétánk során többször is találkozunk majd a Lajta folyóval, amely három ágra szakadva szeli át a várost, és alakítja ki a MUFÉM körzet keleti határvonalát. A szabályozás révén megszelídített folyó régebben gyakran veszélyeztette a várost. Ma már lehetővé vált az ártéri területek beépítése is. A Lajta partján, az egykori jégpálya helyén épült ki a város legrégebbi játszótere. Jó levegőt, kellemes felüdülést nyújtva az itt időző családoknak. A 40 évvel ezelőtt létesített játszótér felszereltsége időközben megbukott. Ezért fontos feladatot jelent számunkra annak felújítása, a hiányos felszerelés pótlása. A 48-as térre érkeztünk, ahol több száz évvel ezelőtt a város egyik bástyaverődje állt. 1689 és 1792 között kapucinus templom is működött a tér sarkán álló, úgynevezett sóház várszerű épület tömbjében. A sóház hatalmas épületével szemben áll a lourdi kápolna. Mellette az 1882-ben alapított ovoda, a Hildegárdom épülete húzódik. Falfülkéjében Szent Hildegárd apátnő szobra fogadja az iskolába igyekvő diákok fohászait. A Hámánkotó utcából az egykori vásártérre érkeztünk. Ez a tér a Lajta folyó révén választja el körzetünket a majroki városrésztől. A Zsidanics park a Lajta folyó és a helyi középiskola által határolt területen kellemes felüdülést nyújt a nehéz iskolai nap után itt időző diákoknak. A parkövezetben emléktábla hirdeti a Piarista gimnázium több mint negyed évezredes működését. A MUFÉM körzetében található a város legjelentősebb középiskolája, a Kossuth Lajos Gimnázium. A korszerű intézmény falai között
Évente 1270 diák tanul, nappali és levelező szakon. Egy részük bent lakását a főépület mellett kialakított 136 férőhelyes diákotthon biztosítja. Az Akócs Malom barokk épülete a város történelmi múltjának jellegzetes emléke. Egyike Mosonmagyaróvár 18. századi gabona kereskedelmében fontos szerepet betöltő számos vízimalomnak. A múlt romantikáját őrző épületben kis vendéglő gondoskodik a betérő vendég szórakoztatásáról. A régió központja felé haladva időzzünk el egy kicsit az Akócs-Malom hídján, és gyönyörködjünk el a vadregényes rajtaparti táj szépségébe. Az árnyos Gorki utcai fasor mentén folytatva sétánkat szemet gyönyörködtető barokk szobor tűnik fel. A 17. századi boldogságos szűz a gyermek Jézussal egy vaskerítés által övezett emlékhely, ahol valamikor régen lámpa is világított az eltévedt vándor útbaigazítására. Ehhez a térhez kötődik a Mofém Körzeti Lakóegyesület legnagyobb szabású, évente ismétlődő rendezvénye, az augusztusi Mária napi búcsú. A teret elhagyva nem sokára a Terv utcai kereszteződéshez érkezünk. Mindenütt tetszetős külsejű, sorházas beépítésű családi házak fogadják az ideérkezőt, bizonyítékul szolgálva a telep rohamos léptékű fejlődésének. A Terv utcával átelemben lévő park nem csak az évente itt felállított mindenki karácsonyfájának ad helyet. A tervek szerint köztéri szobor, illetve emlékmű is gazdagítja majd a Mofém-telepnek ezt a részét. A körzet szívében a Hold, illetve Kálai Éva út mentén megépített többemeletes téglaépületek a nagyhírű fémszerelvénygyár fénykorában a vállalatnál dolgozó munkás családok lakhatását biztosították. A 30-40 évvel ezelőtt létesített lakóházak napjainkban főleg a falvakból betelepült családok életterei. Ez a körülmény nagy kihívás a lakóegyesület számára, hiszen a város különböző részein dolgozó családok telepi szintű összefogása, az egészséges patriotizmus megteremtése nem egyszerű feladat. Körzet lakosságának kereskedelmi ellátottságát korszerű üzletek és vendéglátóhelyek biztosítják. A városrészben jól felszerelt óvoda és bölcsőde gondoskodik az itt élő családok gyermekeinek elhelyezéséről.
telep szívét jelentő nagymúltú fémszerelvénygyár elé érkeztünk. A több mint 100 esztendeje működő vállalat még a múlt század elején épített a dolgozói részére egyszobás lakásokat. A barak jellegű, múltat idéző patrongyári épületek lakói teremtették meg azt a szellemiséget, amely ezt a régiót összetartó közösségé formálta. Sajnos az országos hírű vállalat nagysága már a múlté. A példa jól érzékelteti. A fénykorában 3000 főt foglalkoztató, a város sport és kulturális életére is jelentős mértékben ható gazdálkodó egységben napjainkban alig 500 fő dolgozik. És ami nagyon elszomorító, a korábban városi feladatokat is ellátó mofémművelődési ház sincs már használatban. Pedig a városrészben élő 4000 lakó szempontjából nagy szükség lenne egy közösségi élettérre. Erre a célra a hónapok óta üresen álló intézmény minden tekintetben alkalmas lenne. Üresen áll a hajdani izgalmas mérkőzések színhelye, a Mofém Vasas Sportkör által üzemeltetett sportpálya is. Az 1930-ban alakult Hubertus Mofém Vasas Sportkör 2000-ben szűnt meg. Emlékét ma már csak egy utcanév őrzi, a volt salakos labdarúgó pálya mellett, stílusosan Hubertus néve. Szerencsére az oktatási ágazat tárgyi feltételek tekintetében biztos alapokon áll. Jól példázza ezt a Fekete István általános iskola, ahol magas színvonalú képzés keretében 190 diák végzi tanulmányait. Az iskola körüli építkezések egyértelművé teszik a körzeti lakóegyesület szándékát. Azt, hogy az itt élők hisznek a régió megtartó erejében, e szépülő városrész dinamikus fejlődésében. A jövőbeni tervek nagyon is valós tényei már az épülő, tetszetős kinézetű, modern társasházi lakások, erkélyes sorházak, lakóparkok. Itt épül a város legújabb üzemanyagtöltő állomása is, amelynek elkészültével lassan beépítésre kerül a temető mögötti vásártér. És hogy ne felejtsük el, kijelölésre került egy hipermarket területe is. Ez hát a jövő, amely biztos garanciát jelenthet a városrész lakói számára a jó közérzet, a megfelelő ellátás és megélhetés szempontjából egyaránt. Így már csak az a feladat hárul a körzeti lakósok egyesületére, hogy továbbra is jó irányba vigyék az itt élők összetartó erejét, megőrizzék a régió múltjának és jelenének értékeit, ápolják a nagymúltú városrész hagyományait.